az, ami az én feladatom? Mi az, ami az én feladatom? Az az, hogy valami nagyobbról meséljek. Tudjátok, 400 éves a piarista iskola. A piarista rend. Az iskola már 420 éves. Nem ez, de a próbába alakult piarista rend. Most március 6-án volt 400 éve, hogy a pápa jóvá hagyta ki, akkor 5. pál volt, nem este pál, 5. pál volt a Szent Atyás. Jó? És ezt ünnepli a rend. Ünnepli a piarista közösség. És a Szent Atya két nagyon fontos dolgot mondott nekünk. Az egyik az az, hogy legyünk mindig figyelemmel a Szent Lélekre. A lélekre nyitottan. A másik pedig, hogy kicsivé kell válni. Azért guggoltam le. Kalzanci azért volt nagyon fontos és nagyon nagyszerű ember, mert azt vallotta, hogy a gyerek belőle a legjobbat hozza ki. Úgyhogy ez a piarista iskolának egy nagyon fontos vágya, hogy ti gyerekek, ti óvodások, tesztek bennünket igazán piaristává. Ha ti nem lennétek, mi se lennénk. Nem lennénk piaristák. És nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy mennyire fontos a ti jelenlétetek az iskolában. A legjobbat hozzátok ki belőlük. Ahogy a gyerekek 400 évvel ezelőtt Kalazanciból is a legjobbat hozták ki, mi így tekintünk bizalommal rátok. Ti vagytok azok, akik a legjobbat kihozzátok belőle. Ugye tudtak titkot tartani? Igen! De jó, akkor elárulom, hogy én olyan, de olyan boldog vagyok. Tudjátok, van nekem Jankó. De jó, úgy szeretem. Ő meg persze engem. Titokban, mert az édesanyám ellenzi. Azt mondja, mire nekem az a mi haszna, mikor ott kerülget a nagyházba. Tudjátok, milyen az? Esküszöm, még a lába ujját se látta soha senki. Eltakarja a nagy pocakját. Meg tudjátok, mit mondott róla a Mari, aki ott szolgál nálunk? Hát azt, hogy a nagy lelógó bajuszával szokta kitörölni evét után a tányát. Fúj, Oszmán, nekem nem kell, az biztos. Majd teszek jó róla, hogy Jankó tessen az édesanyámnak. Ez megint a jó kutya. Mi történt? Tehát megállít, hogy azt hiszi, nem veszik észre a népnek, hogy fényes nappal ízli szállja magát szóra. Tisztességes embereket még a látása is megbotránkoztat. Ördög volt a jó kutyába, azt mondom. De majd én kiűzöm belőle. Tiéd a lány, tiéd az ország.
felépve, vígan, hajnalig, és még tovább.